Egy növényvédelmi szereket forgalmazó társaság és a Sárospataki hegyközség szervezésében tartottak szőlészeti konferenciát a Művelődés háza és könyvtárában. A nagyszámú szőlészborász társaság a mostanság legfontosabb témákról hallhatott előadásokat. Az új jogszabályokról, törvényekről, ezért hívjuk meg az illetékes fentről a minisztériumból, aki és látható az érdeklődésen, mert azért még ez érdekli az embereket. A másik dolog pedig egy nagyon értékes előadást fogunk hallgatni a Brózik Sándor előadásában, aki a tavalyi év tanulságait, illetve az idei év várható veszélyeit fogja ecsetelni, amit én úgy gondolok, hogy minden kistermelő, nagytermelő, nagy vállalkozásnak érdemes meghallgatni, mert sokat tud tanulni belőle. Az elmúlt év időjárása 2011-re is rátette a bélyegét. Az előadások között az idei termés mennyiségéről és minőségéről is szó esett. Nagyon nagy termés biztos, hogy nem lesz, vagy egy átlagos, vagy egy az alatti termés mennyiséggel lehet számolni ebben az évben. Hogy a minőség milyen lesz, az pedig attól függ, hogy a vegetáció alatt milyen időjárás uralkodik majd, tehát gyakorlatilag az április 1-től október végéig milyen lesz az időjárás. Vannak olyan előrejelzések, amelyek ismét csapadékos július-augusztust jeleznek, meg csapadékos őszt jeleznek. Jó lenne, hogyha ez nem következne be. A szőlészet-borászat ágazati támogatása is kiemelt téma volt a konferencián. A gazdák ezen alkalommal első kézből ismerhetik meg a támogatási lehetőségeket. Az uniós reform hatására létrejött nemzeti boríték keretében azt hiszem a leghangsúlyosabb intézkedés, amire a legnagyobb forrás igényelhető, az a szőlőszerkezet átalakítás támogatása. Erre az idei évre rendelkezésre álló forrás közel 4 milliárd forint. Ami még március 31-ig igényelhető támogatás, az a borászati beruházások támogatása, ez ugye egy technológiai fejlesztés, erre a forrás közel 2 milliárd forint. Itt mondom, mint említettem, március 31-ig még lehetőség van kérelmek benyújtására. Az ősztől, szüreti időszakától indul majd a mustjavítási támogatás, ennek a keretösszege durván 400 millió forint. A szakember azt is elmondta, a tervek szerint ősszel nyílik majd lehetőség a szüreti biztosítás pályázatra, illetve marketing támogatás igénylésére is.